Schuster Zoltánnal folytatjuk a beszélgetésünket. Én igazából, Zoltán, visszakanyarodnék oda, amit említettem már az elején, hogy gyors kikapcsolódás. Számomra minimum 2 nap kell ahhoz, hogy megérkezzek, hogy tényleg azt érezzem, hogy volt egy kis kikapcs, feltöltöttem, van valami élményfaktor. Hová? Mit javasolsz nekem, hogyha, és milyen típust válasszak? Busz, azt ugye én mondtam, hogy annyira nem preferálom. Nem szereted. Igen. Milyen megoldások vannak? Ez azért érdekes kérdés, mert hogy az embereknek a fejébe, nekünk legalábbis szakmabelieknek, van egy terület, ahová hány napot érdemes menni. Te például Egyiptomba 2 napot el tudnál képzelni? Nem. Biztos, hogy nem. Nekem a nyáron volt egy olyan kérdés, hogy tőlünk csak fakultatív programot kért az ügyféljelölt, és azt mondta, hogy csütörtök este indul Budapestről isztambuli átszárással Hurgadára, és ő, ha lehet, akkor rögtön buszra ülne, és elmenne Kairóba megnézni Kairót. 2 éjszakára van szállás, amint kiderült, és vasárnap éjjel már jött vissza Budapestre. Ez neked elfogadható? Nekem nem, de hát ahogy hát, beszéltünk róla, a típusra igen, válogatja. Tehát hogy az embereknél ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nekünk irodásoknak tudomásul kell venni, hogy az elmúlt egy évben jelentősen megváltoztak az ügyfeleknek az igényei. Tehát ha megkérdezel márciusban milyen évet várok, egy eléggé borús évet zártam volna. Most viszont azt mondom, hogy a vártakhoz képest sokkal jobb évet zártunk, viszont mi nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy mik az ügyféligények, és én úgy érzem, hogy az elmúlt egy évben megváltoztak. Hát az emberek kiugranak 2 napra Egyiptomra, számomra teljesen furcsa. Ehhez képest elég sok ember átszállással megy egy desztinációra, miközben eddig az volt a fontos, hogy neki az a legfontosabb, hogy kényelmes legyen. Van, most viszont, mivel spórol valamennyi pénzt, 10-20-30%-ot, mondjuk egy török rivérára, fölül a repülőre, Isztambulon keresztül megérkezik. Tehát azt mondod, hogy a portfóliótok egy picit átalakult ennek függvényében? Nem alakult át, mert nem vagyunk rá fölkészülve. Tehát én de át kéne? Át tehát kéne. Azt jelenti, hogy most van itt az idő, hogy át kéne picit alakítani. Igen, teljesen más. Például én használok egy olyan CRM rendszert, ami az én munkámat ellenőrzi, az ügyfélet ellenőrzi azt, hogy tehát tulajdonképpen mindent vizsgál, és kapok róla mindig egy adatbázist. A legtöbb ügyfél például minket délután 4 és este 8 óra között hív. Akkor végez a munkába, igen, megy hazafelé, és akkor eszébe jutnak kérdések, és akkor teszi fel a kérdést. Tehát az irodák, akik 9-5-ig vannak nyitva, azoknak lehet, hogy el kell gondolkozni egy másfajta működési elméletem. A másik érdekes, hogy ugye nap mint nap olvassuk a csoportokba, mivel mi is, én is vezetek egy csoportot, az utazás szervezőt, erről már beszélgettünk, föltett kérdések ott vannak benne, hogy mikor, mit kell csinálni, mit ajánlunk. Én azt szoktam mondani az utasaimnak, és nekünk ez a jó kapcsolatunk az ügyfeleinkkel, hogy az utazási irodára, mint tanácsadóra, partnerre tekintsenek a szervezők, aki saját maguknak szervezik. Szívesen segítünk. Tehát ne mondják azt rólunk mindig, hogy mi drágán dolgozunk, hanem mindegyiknek megvan az oka és a miértje. Egy nagyon elmúlt napok példája. Egy ügyfelem kiválasztott egy európai desztinációt, és általában a legtöbb kereső a fapadosokat hozta előre. És én mondtam neki, hogy egy ilyen 2-3 órás átszállási időnél oda kell figyelni, ha egy kicsit megcsúszik a budapesti fapados, az átszállásnál neki ki kell venni a bőröngyét, ki kell jönnie, és újra vissza kell csak. Kiszalad az időből. És a fapados meg nem vállal érte felelősséget. De te válasz? Nem. Hanem mi adtunk neki egy normál légitársaságot, konkrétan Lufthansa-t, és tulajdonképpen ugyanabban az árban, mint a fapados, kapott egy normál légitársaságot, emberi átszállási idővel a bőröndöt itt feladja, ott kiveszi. És nem volt drágább. Szállást foglaltunk neki, utána visszahívott, hogy most én tényleg ennyiért foglaltam neki, mert a ismert oldalon viszont sokkal drágább. Tehát mi egy óriási széles palettával dolgozunk, és az a széles palettából ki tudjuk hozni azt a tudásunknak megfelelő jó árakat. De ez egy őrült munkás dolog ma. Tehát például egy repülőjegynél megnézek 4-5-6 oldalt, mert mindegynek más a preferált
előrehozott észre. Ő ezért kap több jutalékot, akkor ezt erőlteti. Tehát ez egy csapás munka. Nyilván te sorok közé meg mögé látsz, tehát hogy az, ami számodra egyértelmű, egy laikus számára egy bonyolult lexikon. Tehát igen, hogy legtöbb esetben, hogyha mi magunk foglalunk adott esetben szállást vagy repülőt, repülőjáratra foglalunk, akkor nagyon sokszor elveszünk az apró betűkben, és nem veszük észre, hogy ahogy te is mondtad, sokkal jobb feltételekkel ugyanazért az árért el tudunk utazni, és akár adott esetben lehet, hogy nem is kell átszállni. Igen, meg hát összidőt nézek. Tehát én mindig úgy beszélek az utasaimmal, hogy meghallgatom, hogy ők mit szeretnének, és ez alapján dolgozok. Tehát ez egy munkásabb dolog, viszont az ügyfélnek az elégedettségében viszont sokkal többet visszahoz. Például egy rendszerben előbb beszélgettünk, ugyebár, hogy leugrunk Fapadossal, és hazajövünk, igen, Fapadossal egy-két napra. Sok ember megcsinálja ezt, mert most megveszi jó előre, vagy amikor éppen olcsó, megveszi a repülőjét, leugrik 15-20 ezer forintból. No, de lehet, hogy ő ugyanarra a Fapadossra gondolkozik, miközben lehetséges, az egyikkel megyünk, a másikkal jövünk. És ez megint egy olyan dolog, hogy meg kell néznem, hogy oda-vissza mennyibe kerül, megnézem azt, hogy egy irányba mennyivel kerül. Ez mind-mind idő. Mindenkinek azt kell megnézni, hogy az ő ideje mennyit ér. Szereti-e csinálni, vagy ez egy nyűg számára? Inkább profira bízza. Igen. Tehát most az elmúlt egy évben azt gondolom, hogy érdemesebb velünk beszélgetni profikkal. Mert mi nap mint nap benne vagyunk. És ezeket látjuk, ezeket az apró nyuansznyi dolgokat. De beszéljünk egy jó hírről. Szeptember 2-ától az utazás szervezők újraindítják Tunéziát. Te mit gondolsz róla? Kicsit késői újraindításnak gondolom, főleg így a negyedik hullám árnyékában. Én biztos, hogy nem mernék most szeptemberre foglalni. Tehát én legalábbis magamból kiindulva, és meglepődnék, hogyha egy roham indulna el. Igen, most az emberek kivárnak egy kicsit, hogy mi lesz. Én azt gondolom, hogy a szeptemberünk az egy ilyen hirtelen dömping jellegű lesz, mert amikor majd látja mindenki, elindul az iskola, és hogy nem zártak be az iskolák, nincsen online oktatás, akkor majd elindulnak a foglalások. Az a kérdés, hogy mennyire vagyunk mi utazási irodák türelmesek, hogy megvárjuk az ügyfeleknek az érdeklődését. Van más lehetőséged? Nincs. Ha lekötöttük a chartert, akkor menni kell és csinálni kell. Jön a másik oldala, hogy a last minute utas, az ha látja csökkenni az árakat, hogy akkor ő kivárja a végét, vagy pedig foglal egy általa jónak vélt áron. Én most azt látom egyébként laikusként, hogy ki fog várni. Tehát magamból kiindulva a szeptember iskola kezdéssel egyetemen, én is azt érzem, hogy inkább kivárnak majd, én kivárnék, egészen addig, amíg biztosnak érzem, amennyire lehet biztosnak érezni bármit ebben az időszakban. De ezzel azt is elérhetjük, hogy törölnek egy chartert, és benne összevonják van az utazásszervezők, és villámgyorsan eltűnnek a polcokról a helyek. Benne van, de az emberek szerintem most félnek egy picit. Igaz, tartanak az emberek ettől, viszont aki az egész nyarat végig dolgozta, az viszont borzasztóan szeretne pihenni. Nekem is ma reggel indult egy jó pár utasom nyaralni, és az elmúlt napokban hallgattam a remegést, hogy el tudok-e indulni, minden rendben lesz-e, mert annyira ki vannak éhezve a pihenésre, hogy egyszerűen ez a föltöltődésnek a legnagyobb jellege. Igen, és ők szerintem nem is attól félnek igazán, hogy elúszik a befizetett összeg, hanem attól, hogy elúszik az élmény, a nyaralás. Az élmény, a nyaralás, így van. De ahogy beszéltünk erről már többször itt a többiekkel, hogy nem kell annyira tartani attól, hogy elúszik, hiszen van arra lehetőség, hogy átrakják egy másik időpontra, hogy tehát az a foglalásunk, a pénz nem fog elúszni, csak átalakul, esetleg igen, más időpontra tevődik át, de inkább legyen meg az a foglalás, hogyha már tényleg szeretnénk elutazni, és ne az legyen utolsó pillanatban, ahogy te is mondtad, törlik a járatot, mert mindenki kivárt, és akkor onnantól kezdve elveszítjük azt az élményt, elveszítjük azt az időszakot, amikor el tudnánk menni nyaralni és pihenni. Tehát az most már kezd összeállni, hogy relatív a pénzünk biztonságban van, az élmény igénynek a csalódottsága, hogy nincsen meg az élmény, az sokkal nehezebb lesz feldolgozni, mint hogy a pénzemet egy voucherbe visszakapom, vagy majd visszautalják a törvény szerint 14 napon belül, ez nem boldogítja az embereket. És ez igazából a pihentségünket, a mindennapi életünkre borzasztóan ki fog hatni. Igen, szerintem mindenki elfáradt, igen, egy picit az elmúlt időszakban, és félünk attól, tartunk attól, hogyha megint bekövetkezik egy ilyen típusú zárás, ha nem is ennyire korlátozóan, de akkor is egy bizonyos értelemben megint majd otthon kell maradni, és nem lehet szabadon utazni,
akkor azt nehezebben fogjuk viselni. Mi annak nem... ellenére, hogy tudjuk, hogy milyen, mert megtapasztaltuk már, igen, de pontosan emiatt tudjuk, hogy mennyire kimerítő tud ez lenni, lelkileg is. Így van, tehát mi igazából jól állunk az átoltottságba, tehát mi kicsi az esélyt zárni fogunk. Az a kérdés, hogy a fogadó országoknál mi fog történni. Pillanatnyilag azt látható, hogy Egyiptom az jól működik, Tunézia ugyebár egy negatív PCR-teszttel fogadja az embereket, nem kell karanténba vonulni, a utazási irodán keresztül megy az ember. Európából ez működik, és megy, tehát az is fog működni. Törökország szeptember-októberben még remek idővel várja a turistákat. Ott van Mexikó, aki nem zárt és nem is fog, és kijelentették, hogy már pedig ők várják a turistákat. Így van, tovább tulajdonképpen is. Október végétől már az időjárás is talán a nagy szellőket elkerüli, igen, tehát tulajdonképpen oda is lehet menni. Tehát megvannak a lehetőségeink, és az embereknek a utazási kedvéhez tudunk adni utazási ajánlatokat. De tehát keresnek minket. Így van. Nagyon szépen köszönöm, Zoltán. Én köszönöm a beszélgetést.